Megtöltött gázpalackot visznek Évához, az unokájával élő idős asszonyhoz. Magát a palackot egy nyugdíjas hölgy ajánlotta fel önnek, illetve 2000 forintot a megtöltéséhez, amit ugye nem elegendő, így szerencsére még volt két adományozó, aki ezt segített kipótolni, ezt az összeget, és így most már egy teli gázpalackot tudok önnek sok szeretettel átnyújtani. Épp a legjobbkor, ugyanis mára kiürült saját palackja, így már nem tudott volna főzni, cserére pedig esélye sincs. Éva nagyon meghatódott az adománytól, ráadásul egy anonim baráti társaság felajánlotta, hogy rendbe teszi a kertjét. Azt mondták nekem, hogy segítenek a fával, ami kint a másik udvaron, meg itt is van, felvágni, meg elpakolni. Meg hát az udvar rendezésbe, ugye én szeretnék egy kis veteményest, és mondták, hogy majd ők ebbe segítenek, hogy felássák, meg így egyéb ilyen, ami tényleg ebben jár. Zöldséget, répát, borsót, babot, salátát ültetne, mutatja a veteményes helyét. Alig várja már, hogy kapálgathassa kis kertjét, miközben hálásan emlékszik vissza egy korábbi adományra. A Szolnok TV farsangjának egyik nyertese által felajánlott svédasztalos vasárnapi ebédet ugyanis már elköltötte unokájával a Tiszti Klub étteremben. Majdnem 10 év vagy nem voltam, és ez bizony nagyon jól esett. Finomságok voltak, többfélét ehettünk, desszert, gyümölcs. Szóval nagyon megköszönöm annak, aki felajánlotta, hogy 10 év után eljutottam egy étterembe az unokámmal együtt. Hálás szívvel gondol minden adakozóra, mint mondja, megváltozott az emberekről alkotott véleménye. Nem is gondolta volna, hogy ennyien nyújtanak számára segítő kezet.